Élő történelem könyvként mesélt az egyik legismertebb családról, Tamás Erzsébet. A Vindisgrécekről, sárospataki kötődésükről beszélt. Ez volt a témája annak az előadásnak, amelyet személyes tapasztalataival és képekkel tett színesebbé. Az én Ondéka nagyapám az idős Vindisgréc hercegnek volt a parádés kocsisa. Amikor ő 1904-ben meghalt, az ifjú Vindisgréc hercegnél is tovább maradt, és én 1936-tól nagyon sokat tartózkodtam a Szentnegyedbe, ahol nagyapám a vízikapunál lakott. És együtt jártam óvodába az Ella hercegnő két gyerekével, Máriával és Istvánnal. Azonban a családa a háború közelettével 1944. novemberében elhagyta a várat. Utána semmit sem hallottak a Vindisgrécekről, majd miután 1995-ben megalakult a Szent Erzsébet Történelmi Társaság, egy véletlen folytán neki köszönhetően újra összekapcsolódott a már 800 éves múltra visszatekintő család és Tamás Erzsébet révén Sárospatak. Egy kerekasztal beszélgetésnél mellettem ült egy őszhajú hölgy. És ki volt? Vindisgréc Natália hercegnő. És elkezdtünk beszélgetni, nagyon megörültünk egymásnak, és leveleztünk, és őtőle kaptam egy meghívást Bécsbe. És kimentem, átnéztem az albumokat, és elhatároztam, hogy elkészítem a Vindisgréc emlékkönyvet. Ez az emlékkönyv 2012-ben lát majd napvilágot a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumának kiadásában. Tamás Erzsébet azonban úgy gondolta, hogy sok gondolatot már most megismertet a jelenlévőkkel. Az emlékanyag beivódott a tudatomba és a lelkembe. Az együtt töltött tavaszok, nyarak, őszök és telek. Én nekem nagyon szép emlékeim maradtak ebből a korból, és igen meghatározó volt. Én akkor voltam olyan 46 vagy 41-ben 6 éves, 42-ben 7 éves, és 44-ig én aktívan bejártam a várba, mert a nevelőnő jött értem, és mindig bevitt. És csodálatos gyerekszobájuk volt. Az előadást közel százan tekintették meg.